Gárdonyi Géza, boldog halál szekere. Gyermek voltam, még akkor, tán tizenkét éves. De olyan, mintha ma történt volna. Gyöngyösen akkoriban még sok volt a szűrszabó. Ma már talán egy sincs. Pusztuló mesterség, mint a csutorás, gombkötő, zsinórverő, magyar szabó. Az én apám is szűrszabó volt. Nem tudom, áll-e még csak egy kalló malom is, amilyenekben a szűrszabók horták nyaranta a szűrposztóikat. Alig ha áll már. Az én gyerekkoromban negyven malom is állt, és forgatta a kerekét a mátra oldalán, a két patakon, mindenféle malom. Az 1863-as nagy óta nincs vize egyik pataknak se. Az a malom, amelyikről beszélek, jó távolacskán dolgozott a városon túl, a mátra oldalában, a patak egy olyan helyén, ahol a víz sebesen rohan le a hegyről. Szüntelenül dohogtak ott a nyolcvan fontos bigfakiik. Az öreg Józsi bácsi volt benne a kallólegény. Másik nevét nem tudom. Ha emlegették, vagy Kegyes Józsinak mondták, vagy Kalló Józsinak. De ez csak elnevezés volt, nem név. Elég annyi, hogy ő volt a kallólegény. Értő kézzel öntögette a külyük alá a megfehérült, megkeményült, híres, gyöngyösi szűrposztót. Tiszta gyapjúból volt az a szűrposztó, nem tehényszörből. Azért volt jó és messze híres. Csak vasárnaponként, meg ünnepeken hallgatott a malom. Olyankor az öreg Józsi bácsi kiviaszkolta a bajuszát, és zsinóros kék dolmányában, fényes száru beballagott a városba, a barátok miséjére. Tiszta, becsületes szemű öreg bátyó volt, aféle féle kosut szakállas, jóképű, jó ember, akire csak ránézni is pihenés a szemnek. Szívesen elbeszélgetett velünk gyerekekkel is. Ebéden is volt nálunk egy néhányszor, és olyankor mindig kecske szagot hozott magával a szobába. Emlékszem rá, hogy gyakran megcsodáltuk a botját. Maga faragta vörös somfabot volt az, a felső végén gyermekarasznyi keresznek a rajza borodott, ahogy ne felejtsek fonakodnak rá. S alatta fölülről lefelé ez a rejtelmes szó volt olvasható. Hívke! Igen ájtatos ember volt az öreg. A bal keze csuklóján mindig ott volt ünnepen az olvasó. Mikor borral kínálták is meg, mindjárt imádságos köszöntőt mondott vele, ami azzal kezdődött, hogy adjon Isten, s végződött boldog kímulást az árnyékvilágból. Mentül későbben, tette hozzá apám. Mindig éppen jókor, felelte az öreg. De baszor, Kányos, jobb, ha mentül később. Mindig éppen jókor, bizonyozott az öreg. Isten óráját nem szabad igazgatnunk. Az első hófuvat után nem láttuk aztán az öreget a városban, mint kitavaszodásig. Ott telelt a malomban, egyedül, egymagában. A szűrszabók nem is csodálkoztak, hogy úgy megvan ottan. Gyakran elmondta, hogy ő azt a helyet megszokta, se nem unatkozik, se nem koplal, minek költözne be a városba. Az emberi társaságtól ő már különben is elszokott. Bort nem igen iszik, a hús se kívánja, kenyér nélkül is megvan, ha éppen úgy fordul a sor, süt krumplit, eszik aszalt szilvát, bagolytüdőt, somott körtét gyúr magának galuskát is néha, és megfőzi. Krumplihoz, galuskához, gyümölcshöz nem kell kenyér. Aztán hát van kecskéje, az megadja a mindennapi tejet. Túró is, tejfel is van abból, ha kell. Két-három tyúkjának a tojását meggyűjti nagyasszony után. Fára se kell költenie, ha kint lakik. Összeszedi a malom körül az esedék galjat. Eltüzelgeti. Úgy elmegy a tél, mondta, hogy egyszer csak azt látom, megindul a patak jege, és zöldül a fű. Mikor már nagyobb bacska voltam, apám kivitt egy néhányszor magával. Nyáron persze, amikor fürödhettem is a patakban, a zsilip fölött. Később aztán magam is kiártam az erdőbe, gyakran elvetődtem arra is. Egy vasárnap délután a fák alatt látom az öreget. Kosár van nála gombászik. – Na gyerek, mivel mulatozol erre? – Madarászok Józsi bácsi. – Ugyan, ne bánj szegényeket, gyere inkább velem, jó aludtejem van, egyél. Akkor láttam csak a lakását. A malomhoz volt az építve, és a part oldalon állt. Az alja kő, a felső része, mint a tótoké. Jó tágas szoba volt, láthatóképpen családos embernek építették a szűrszabók, de akkor, hogy az öreg egyedül lakott benne, bizony csak egy ágy meg egy alacsonyka asztal és két szalmafonatú szék volt minden bútora. No meg a ládája! A fala meselt volt belül, a falon az ágy fölött egy vásári Szent Józsefnek a képe függött. Alatta meg egy faragta arasznyi kis fakereszt. Másik falon a csizmája, köpenyege, egyéb rossz ruhái. Igen üresnek látszott az a szoba, noha a gerendákon mindenféle zacskók lógtak, búbos is kerek lett a sarokban. Belülről volt az fűthető. Az öreg ott főzögetett magának tél idején. Kellemesen lepett meg, hogy olyan hűvös volt az a szoba. Az öreg ugyanis pincét is ásott valamikor a part oldalba. A pince a szobában nyílt, és egy kis kamra volt az eleje. A kamrában három vagy négy deszkaládát láttam. Nem tudom, mit tartott bennük az öreg, talán lisztet, babot, lencsét. A szűrszabók vittek neki bőven borsót is. Nyaranként nyitva hagyta a kamrája ajtaját, hogy a pince hűvössége a szobát is járja. Télen megtán melegített is az a pince. Ott teleltette az öreg kecskéjét is alkalmas kis helyet ott neki a szoba mellett. Ablakocskát is csinált neki, vagy hogy azért csinálta, hogy a romlott almot kikihányja ott a patakba. Tán negyedikes gimnazista volt, mikor aztán az öreggel az a szomorú sor történt. A történet ott kezdődik, hogy a györki kéményseprő segítőt kért a gyöngyösitől. A legényét, hogy küldené által mert leszakadt alatta egy kémény hídnak a deszkája, s leesett a házról, kezét lábát törte. December elején történt ez. A legény el is indult. Kefével, létrával, vakaróval, ahogy szokták, és fekete kormos bőrruhában és papucsban. Csak éppen, hogy vastag szűrharisnyát is húzott a lábára. Elindult reggel kilenckor. Még délelőtt oda kellett volna érkeznie. Azonban hát csak este érkezett oda, akkor is csak mezítláb, egyinkben, gatyában, hajadon főtt. Kefe nélkül, létra nélkül, vakaró nélkül, csupa vér a feje. Csak beesett a kéményseprő ajtaján, mint valami holt. Reggelig annyit se tudott mondani, hogy füst. Reggel aztán végre megmozdult a nyelve. Elnyök décselte, hogy egy darócruhás fiatalembert ért utol az úton. A fiatalember betegnek látszott, és valami különösen lebegő volt a járása. Megfordult és rátekintett. A fiatalember elmosolyodott. csak szerencsés napom lesz ez a mai. Kéményseprő gyakran hallja ezt a mondást, még kedves is neki. Hát ebből kezdődött. A daróc ruhás azt kérdezte, hogy van-e a közelben valami hajlék, hogy kaphatna-e egy darab kenyeret, mert éhes. Elmondta, hogy vándorló legényő, és hogy pék, és hogy lám kenyértelenség miatt kell elpusztulnia. A kémény seprő legény zsebében volt egy darab kenyér, neki adta. Aztán együtt haladtak tovább vámos györknek. Beszélgetnek. Kérdi a pék, hogy jó mestersége a kéményseprői. Hát az a görbe vas a vállán, mire való? Lehet-e azzal pénzt is kaparni, és hogy nem nyomja-e a vállát? Leveszi a koromkaparót a kéményseprő válláról, s a maga vállára próbálja, hogy ne éze. és közben hátra tekint. Amott is jön egy kéményseprő, mondja. A kéményseprő legény megfordult, hogy ki lehet az de nem lát az úton senkit. Abban a pillanatban nagy ütést érez a fején, de akkor át, hogy belekábul és elbukik. Mikorra föleszmélt, már nem volt rajta a kéményseprő ruha, se a szerszámait nem találtam a körül. És nem is az úton feküdt, hanem egy gödörben az út mellett. Gyöngyösre még akkor nem szólt a telefon, csak este felé érkezett híre, hogy a legényel mi történt. Hát, ha csak a legény bajáról volt volna szó, még aznap el is felejtették volna a gyöngyösiek. De a gonosztevőt százan is látták a városban. Egy néhány úri házban kéményt is tisztított, az orvosnál, a barátoknál, az egyik patikusnál, fiskálisnál, egy boltosnál. És mindenütt elveszett valami a szobából. A kéményseprő legény mindenütt kívül felejtette a kaparóját, kikülte érte a cselédet amíg maga maradt a szobában, zsebre vágott holmi apróságot. Persze, hogy a hír megérkezik, egyszerre tudja mindenki, hogy a gonosztevő a városban van. Az orvos csak akkor látja, hogy az asztaláról hiányzik a borostyán szipóka. A kvardián csak akkor olvassa meg a fiókjában volt pénzt. Harminc forint hiányzik belőle. Nem mind vitte el a gaz, csak ami alól volt. A patikusnak a zsebbe való órája veszett el aznap, drága aranyóra. A holdjárását is mutatta az az óra csillagos kék mezőcskén. Nem volt olyan több a városban, de még tán az országban se. A boltosnál nem veszett el semmi, mert ott az asszony is bent volt vele a szobában. És mindenütt emlékeznek, hogy az idegen kéményseprő fel se ment a kéménybe, csak a szobákban nézte meg a kájhacsöveket és kemencéket. Mindenütt azt mondta, hogy nem sok még a korom, nem szükséges a kéményt is takarítania. Nosza lódulnak a városi hajduk karddal, minden mindenfelé. Legelsőbben is a kocsmákba persze. Az egyik kocsmába mondják is, hogy ott ebédelt egy idegen kéményseprő, és beszélgetett az ott voltakkal, egy szivarszipókát adott el borostyámból valót. Károly grófnak az egyik botos ispánja vette meg, a Debrői. Az ispán még a városban van, hivatják. Elő is adja a szipókát készségesen. Persze nem is álmodta, hogy lopott jószág. Kérdik tőle, mit beszélt a gaz fickó? Azt kérdezte, hogy beállhatna-e Inasnak a grófhoz, mert nem tetszik neki a kormos mesterség, és hát ő már szolgált egy bárónál. Bizonyítványa is van róla, de otthon van az írás Rózsáhegyen az anyjánál. És hogy ő mindenhez ért, egy-két heti próbára vegye csak a gróf. Mondtam neki, hogy karácsonyra parádon lesz a gróf, vaddisznóra vadászgat így télen, ajánkozzék, ha tetszik. Hiszen csak ruhám volna olyan, mondta. Egyebet nem beszéltünk. A szipkát egy forinton vettem tőle. Egye meg a holló a zsiványát. A város házára eközben lovas pandúr érkezik Egerből, hogy egy rab megszökött az előbbi éjszakán. Egerben nyomozták eddig. 23 éves, fekete szemű ember, nyugtalanul néző. A járása véletőleg lebegő, mert ahogy leugrott a falról, egy palack cserepeire ugrott, s a cserepek mind a két sarkát megsebesítették. Az éjjel esett hóban látható volt, hogy járás közben mind a két sarka vérzik, s a lába nyomainak az első része mélyebb. A levélben az is el volt mondva, hogy a gonosztevő iskolázatlan ember írni, olvasni nem tud, de az asztalos, órás, lakatos mesterséget egyformán érti, mégis leginkább fűszeres legénynek szokott beállani, persze csak addig szolgál, míg ki nem tapasztalja, hogy a gazda hova szokta este tenni a pénzét. Már most világos volt, hogy a kereset kéményseprő a szökevény. kiáratait pandúrok állták el. Bent hajdúk jártak, keltek, marokba szorított karddal. A lakóságot is sűrűn kérdezgették. Nem láttak-e egy idegen kéményseprőlegényt? Láttak hát, láttak bizony kéményseprőlegényt, de hogy éppen idegen volt-e? Hogy lehessen tudni kéményseprőről, hogy éppen idegene vagy se? Hiszen valamennyinek be van kenve a képe korommal. Mégis egyik másik emlékezett, hogy csak ugyanolyan idegenféle kéményseprőt látott. Hol is, no? Egyik a kaszinó előtt, másik a grúberház előtt, harmadik bölcsköviék táján, megint más a piac szögletén, megint más, mikor bement az őrangyal patika házába. Nincs egy órája, hogy láttam amott a nagy templom előtt, mondta egy asszony. Na hát, akkor bent kell még lennie a városban. De már esteledett akkor a decemberi délutánok legrövidebbek. A hajduk lámpással álltak a város végein, és minden kimenőt megnéztek, hogy fehére vagy fekete. Utcai lámpások még akkor csak a város belsejében égtek, azok is csak a féle hitvány kis petróleon pislancsok. Utóbb már házról házra jártak. Még éjjel is lesték, keresték a gonoszt. No, a kéményseprő legény nem ment ki a városból. De bent se találták. Sehol nem került elő a nap folyamán se. Azután se. Hát lehet, hogy korábban kiment a városból. Vélekedtek némelyek. Korábban kiment, mikor még nem álltak ki a hajdúk. Vagy hogy maga az ördög volt. Borzongtak az istenesebbek. Az a tél igen zord tél volt aztán, de korán is tavaszodott. Bejön a városba úgy februárius végén egy bodonyi ember. Megállítja a kocsiját a szolgabírói hivatal előtt, és szól az ajtónáló álló hajdúnak. csak ide! Hátra nyúl a széna aljába, és elővesz egy rongyos csizmát. Íhol lemondja, ez a csizma. Láb is van benne, vagyis hogy csak szárcson. Én tettem bele, mert az is ott hevert. Az út félen ötlött a szemembe a bagói tető alatt. Várjék csak! Ezt a botot is tanáltam, meg ezt a posztó zsebet Óra is van benne, aranyból való. Keresgéltem még, de nem találtam egyebet. Ha majd a hó eltakarodik, csak előkerült a másik csizma is. No, az óráról az első pillantásra megismerte a szolgabíró, hogy a patikusé. De hogy került az a paraszti kékposztó ruhának a zsebébe? Nézik a botot, somfából való régiszer. A bunkóján egy kereszt domborodik, és alatta a bot hosszában ügyetlen kézzel faragott betűk. Hívke! mindjárt átküldték a patikusnak, semmi hiba nem volt benne. A botról, csizmáról csak hamar kitudódott, hogy az öreg József kalló legényé. Ki is volna másé? Ő maga faragta rá a hívke szót. Annak az ómondásnak a rövidítése, hogy ha Isten velünk, ki ellenünk. Na, szegény Józsi bátyánkat megették a farkasok. Persze, kecske szaga is volt. De hogy került a zsebébe a patikus órája? Voltak olyanok, akik arra vélekedtek, hogy Józsi öltözött kéménseprőnek, és ő járt a patikusnál is. Maga a patikusné is azt mondta, hogy a kéményseprő arca igen kormos volt, ő bizony nem tudná megmondani, fiatal ember volt-e vagy öreg a cselédje azonban némi piruldozással, de határozottan emlékezett rá, hogy bizony fiatal ember volt az, pajkos. A szűrszabók is azt mondták, hogy az öreg kegyes József semmiképpen nem juthatott hamis úton az órához. Annak az órának az aranyosa lehet tisztább, mint Józsi bácsinak a becsülete. Ki is mentek a bagoly tető alá, összekeresték a csontjait, bizony még abból is csak a nagyobb félék maradtak meg a ruhája foszlányait mind megtalálták. A fejét is megtalálták, vagyis hát a koponyáját. Azt bizony letisztították a farkasok és a varjak. Mégis azon a kevés maradványon is meg lehetett ismerni, hogy bizony szegény kegyes Józsinak bajos ügy lesz a feltámadás. A csizmadia is, aki a csizmáját csinálta, megismerte, hogy az ő keze munkája. Azt hát ugyan elrongyolták a farkasok. A szűrszabók aztán eltemettették a jó öreg kallólegényt, meg is könnyezték tisztességesen. Valaki egy szép nagy koszorút is küldött a koporsójára, amiet csak uraknak szoktak a koporsójára tenni. Senki se tudta, kiküldte azt a koszorút. A requiemen is ott volt. Aztán a tisztes szűrszabó cé. A kőkeresztet is megrendelték a kőfaragónál. Rávésették a nevét, haláladátumát, és alája a szokott jó kíválságot. Adjon az úr neki csendes nyugodalmat. Volt aztán csodálkozás, mikor az új kallólegény gyümölcsoltó utánvaló hétfőn azzal a hírrel tért vissza a városba, hogy a malomban ott fekszik Józsi bácsi az ágyán. Lehetetlen! Láttam, ott fekszik. Alszik, mint a bunda. No, Na, nagy képedezés. Mégis csak furcsa, hogy valakit olyan szépen eltemetnek, aztán mégis hazajár hálni. Nem jól láttad te azt? Bizony jól láttam én! No hát valami ördökség történt akkor itten! Kimennek! Hát ott találják az öreg kegyes Józsit az ágyán holtan. Jobb keze a feje alatt, bal keze a takarón. De csak úgy feketélt a hangjától a feje is, keze is. Mégis megismerték a hajáról, bajuszáról, hogy ő az. Még a bal keze csuklóján is ott volt a szentolvasó, ahogy viselni szokta. Valahányszor a templomban járt. Kiment persze aztán a hatóság is, orvos is. Addig nem volt szabad nyúlni semmihez ottan, amíg azok meg nem szemlélték. Leverik a hangyákat egy rongyal az ember fejéről, hát akkor látják, hogy mélysebb van a fején, keresztül által a halántékán félfülén. A balta is ott hevert a sarokban. Na, azt mondja az orvos, ez se ébred fel csak a más világon. Mert ha csak egy pillanatra is érezte volna az ütést, a bal keze nem nyugodna a tomporán, de még csak az olvasó se esett ki belőle. Már most hát ki lehetett a gyilkosa? Megnéztek minden zeget, zugot, hogyha valami bűnjelet találhatnának. Még a hamut is megkotorták a kemencében. Hát ott találtak is nyolc vagy tíz vasgombot. Látszott, hogy a gyilkosa ruháját beledobta a tűzbe. De a hamut széjjel kaparták már akkor a tyúkok, és belül a sarokban két csoport tojást is találtak. Egyéb bűnjelre nem akadtak még akkor. Sok mindenféle tűnődés és találgatás keletkezett aztán azokból a gombokból. De hát ott mindjárt nem világosodott ki semmi. A hatóság összeszedett mindent, ami érdemes volt az elvitelre, hogy az örököseinek odadják, vagy ha nincs örököse, kótyára bocsássák, szegényeknek osszák. Megtalálták az öreg kecskéjét is a szoba mellett a kis ólban. Azon bizony fölösleges volt a kötél, mert már nem élt. A gerendán meg egy csomó írást találtak, jó nagy csomót. Naplóféle füzetek voltak azok az írások, iskolai írkák, diósgyőri papírosból fonallal összevart könyvek. Tele volt az írva valamennyi, maga főzte, jó gubacs tintával, szép öreges írással. Az esek hosszúak, és az ellek a volt, bolt, holt szavakban hiányoznak. A poca se ritka, de sehol sincs elnyalva, csak beporozva. Ma is ott vannak a gyöngyösi levéltárban, ha ugyan ki nem selejtezték gyöngyös története érdemes írójának, etei sebőknek a sürgetése szerint. Hát évek elmúltával azokból az írásokból tudódott ki, hogy hogyan került az aranyóra az öregnek a bekecse zsebébe, és miféle vasgombok maradtak ott a kemence hamujában. Én már szolgabíró voltam, mikor egyszer én is elolvastam. Elmondom azt a részt, ahogyan emlékszek rá, és gondolom, hogy jól emlékezek, mert Másoknak is elolvastam egy néhányszor, el is mondtam, ha nem volt az írás a kezem ügyében. Hát az a része az írásnak, amely kapcsolatos a bűnügyjel, így szólt. Szent Miklós napja. Ma délután kimentem, hogy még egy tere harasztot hozzak a kecskémnek. Mert nagy tél következhetik reánk, szegény állatnak is elkél a meleg. Találtam is a sziklahajlat alatt, ahogy gondoltam. Csak éppen, hogy megereszkedett. Megszáradt hamarost. Bizony, jól beestéledett, mikorra hazafordulhattam. Ahogy a Vadkörtefát elhagyom, egy különös formájú valakit látok a homályban, ahogy bandukol az úton, mint aki részeg. Közelebb érek, hát ahogy megint feltekintek, csak elhőkölök, hogy azt hittem maga az ördög. De ő is megáll és szól fájdalmasan. – Hé, atyafi, messze még ide a falu? – Melyik falu? – mondok. Már akkor láttam, hogy kéményseprő. Parád, azt mondja. Parád? Bizony jó messze még, kivált így este. És hogy látom, fáradt is maga. Hát bizony, sóhajtja, fáradt is vagyok, el is téve jöttem, mert idegen vagyok én ezen a vidéken. Hál' Istennek, mondok. A lábam is fáj, azt mondja. Hál' Istennek, mondok. Aztán, hogy csak néz rám, mondok neki, ne menjen maga tovább, hanem jöjjön hozzám. Háljon meg nálam. Ágyam ugyan nincs még egy, de van szénám, harasztom. Holnap reggel aztán tovább mehet. Hát hol lakik maga? Itt a malomban nem messze. Malomban? Tűnődik. Malomban nagy az örgés, sokan is járnak, nagy az örgés. Nálam ugyan nincsen se zörgés, se járás, Legfejebb, ha a kecském mekek. Csak jöjjön fele barátom, meghálhat én nálam nyugton. Hát gyűn velem utánam. Beérünk. Bécses gyújtok, gyertyát is. Akkor látom, csak úgy reszket a lába. Beteg maga, mondok, hogy hívják. Rúgott ambórus az én becsületes nevem, feleli szomorúan. Bizony beteg vagyok. De csak a lábam. Hát, ha megengedi bátyám, hogy itt megháljak, megáldja érte az Isten. Van itt padlás, is meghálok én akármi kutyavackon, csak egy kis szalma legyen benne. Ám bátor, hát csak kívül vagyok én, kormos. Elférünk itt is, mondok. Meleg vizet kért, hogy a képét megmoshassa. Hát, amikor megmosdott, akkor látom, hogy jó képi fiatal legény, csak épp, hogy keserves ábrázatú. Aztán Dézsában is adtam neki vizet. Nézem a lábát én is, hát rúj túl daganatos, és két seb a két sarkán, nagy seb mind a kettő. Hát ilyen lábbal is lehet járni. Beszéli, hogy kémény tisztítás közben lecsúszott a tetőről. Ócska zsindejekre esett, de talpra. Két szeg éppen a két sarkát sebezte meg. Na, nem jó mesterség. Maradjon csak ültön, öcsém. Köhög is maga. Forralok egy kis bort. Forraltam neki. Tettem belé hársvirágot is. De, mondok, ennie mit adja köcsém? Szalonnám csak volna, de kenyerem bizony nincsen. Nem látok én kenyeret minden szentek után, mindvégig a télen, kitavaszodásig soha. Hogy lehet, az mondja? Kenyér nélkül hogy lehet? Gyöngyen, öcsém, mondok. Gyöngyen. Nem is érzem, hogy hiányzik. Hússal nem élek krumplihoz, tésztához, meg minek a kenyér. Egy zacskó liszt elég nekem. A többi eledelemet megadja az erdő. Mutatom neki a sok aszalt gombát, vadkörtét, magyarót, mézet, tojást, kecskémet is. Hát, mondok, egyen azt, amit én. Krumplit sütök, és van jó vajam is rá. Kecske vaj, de jó egyen rá mogyorót, ha akar, vagy diót. Hát igen, köszönte. Elég neki a bor is. Beszélgettünk valamelyest, míg a bor meg nem fort. Mondta, hogy új legénye a kéményseprőnek. Pestről jött. Parádra küldték volna a kastélyba. De nem sokat beszélt, a fejét is alig bírta, úgy el volt csigázva. Jó ágyat vetettem neki száraz harasztból, takarónak odaadtam a rossz palástomat. Még annak a tetejébe is nyomtam három nyaláb szénát. Csak éppen, hogy megitta a bort, köszönte, bebújt az ágyába, és csak éppen, hogy letette a fejét. Nyomban elaludt. Boldogasszony fogantatásának szent ünnepe. Kérdem tőle délben, hogy milyen hitű, mert hogy nem vetett keresztet magára se ebéd előtt, se ebéd után. Mondja, hogy magyar katolikus. Magyar? Az, azt mondja. Na, mondok, még ezt se si hallottam. Hullaknak olyanok. Minden felé. Például... Például gyöngyösön is, Egerben is, mindenfelé az országban. Gyöngyösön is? Hallottam volna hírét. Hát aztán milyen az a hit? Csak olyan, mint a római. Csak hogy a magyar katolikus se nem imádkozik, se nem bőjtől, Istent azonban gyakorta emlegeti, mikor káromkodik. No, mondok, hát én nálam pedig ne igen gyakorolja a hitét, öcsém, mert én a káromkodást nem hallgathatom. Kért, hogy ne haragudjak, mert ő csak tréfált. Hát aztán a szívére beszéltem, hogy Istennel és szent dolgaival nem jó figurázni. Inkább mondjuk együtt majd este a szentolvasót. Öröm az, ha ketten imádkozzák. Hát mondtuk is félig meddig, de aztán, hogy sűrűn ásított, láttam, hogy álmos. Hát mondok, csak aludjon Isten szentoltalmában. Mert az áhítat nélkül való imádkozás annyira se halad fölfelé, mint a kémény füstje. Éjjel már igen nyugtalankodik a lába miatt, egyre dagadtabb. Szent Mekiádész pápa napja. Ambórus öcsém ma már fel se bírt kelni. A daganat feljebb is halad, és igen fájlalja. Csak üldögélt napestig, és pipázott, szomorkodott. Ráadtam a nyári viseletes ruhámat, hogy ne abban a kormos bőrruhában szennyeskedjen itten. Éppen jó neki. Pipázott, szomorkodott. Főztem egy fazék babot délre. Tejfelt is tettem belé, galuskát is, mint az asszonyok szokták. Beigen jó, asszony, ez a leves is! De miért, hogy ez az asztal ilyen alacsony? Hát, mondok neki, azért ilyen alacsony, mert magam alkottam, aztán már össze is szegeztem, amikor láttam, hogy az egyik lába rövid. Hát, addig-addig rövidítettem hozzá a többi lábát is, hogy végtére ilyen alacsony lett. De éppen így jó ez mert karácson szent estéjén beeresztem ide a kecskémet is, és ide az asztalra adom neki is az ennivalóját, a babszárat. Kérdi, hogy mit írtam az este olyan sokat? Hát, mondok, ha valakivel beszélgetek, fölírom néha. Aztán télen, mikor egyedül vagyok, elolvasgatom esténként. Kivel mit beszélgettünk? Harminc éve, hogy kezdtem. Ha olvasom olyan, mintha megint beszélgetnénk. No, azt mondja, ezt is csak ráérő ember teheti. Hát az az óra miért állott a falon? Azért mondok, mert megállott ezelőtt tizenegy esztendővel. Azóta nem tudom elindítani. Hát, azt mondja, másik órája nincsen? Bizony nincs, mondok, de így télen nem is igen kell. Nyáron meg még úgyse. Vegye csak le, adja ide. Szemlélgeti kiveszi az egyik kerekét a bicskájával, keféli, fújkája, olajat is kér, addig kukucskágatja, próbálgatja, egyszer csak megindul az óra gyönyörűen, még ki is zengeti az időt, mint szokta, gyönyörűséges, szép akkurátusan. Na, mondok, magát, ambórus öcsém, a jó Isten küldte ide, hogy örömet hozzon nekem. Voltam én, azt mondja, órásinas is, sok minden mesterséget kipróbáltam én de egyik se ér semmit. Már hogy ne, mondok. Lám, ez is sokat ér. Legyint rá. Mit szerezhet ezzel a munkás? Ennél még a lakatosság is jobb. Azt ki is tanultam volna teljesen, de olyan gazdám volt, hogy mindig a fülemre járt a keze. Nem, azt nem szerettem. Van-e rossz lakatja? Megcsinálom azt is. Nincs én nékem, amborus öcsém. Mit zárnék vele? Az ajtómat is csak nyáron zárom be, mikor misére megyek a városba. Mert olyankor gyerekek is bóklásznak erre. Eprésznek vagy virágot szednek. A gyerekféle mindig kíváncsi, és mindenhez hozzányúl. Hát az rossz ember lehetett az alakatos. Volt én nékem jó gazdám is, azt mondja. Az bótos volt, vígember. ember. Az nagyokat nevetett, mikor kisasszonynak szólítottam a mezítlábos cselédeket. Aztán, amíg szemérmetesen tekergették a nyakukat, kevesebbre mértem a portékát, mint amennyit fizettettem érte. Olyankor a gazdám mindig nevetve csóválta a fejét, is, megdicsért. – Na, – azt mondja, náladnál nagyobb gazember nem termett a föld hátán. – De nekem az a mesterség se tetszett. Amelyik mesterség vékonyan fordít, pénzt a zsebbe nem ér semmit. Csak a gazda szerzi a pénzt. Nem ér semmit. Szent Luca napja. Az éjjel is alig alhattam valamelyest. Amborus nyöszörgött, jajgatott. Már három napja, hogy az ágyabban fekszik, én meg az ő vacskán. De mondok csak türelem. Most már kifakad, ha Isten is úgy akarja, aztán egyszerre megkezdődik a javulás. Adjon Isten jó egészséget neki és mindenkinek, és boldog kimúlást annak idején minnyájunknak, a síralom völgyéből Szent Nemezius vértanunapja Vizet tettem föl, hogy az ünnepekre tisztám legyen. Mondom neki, hogy van még egy rend tisztám, vegye magára az övét, meg megmosom a többivel. Hát fel is vette. De nem engedte, hogy én mossam, hanem segített az enyémben is. Mindestig mostunk. Mióta kijött a lábából az a kis üvegszilánk, víg, mint a madár. Fütyül, danol annyiféle nótát tud, hogy csuda. Csak ma is azt emlegette este, hogy a nényéhez szeretne eljutni gomba, de kémény seprő ruhában, hogy utazhasson. Már a nyelvemen volt, hogy adok a Szent József pénzéből kölcsön. De mégis, tudj az Isten, halasztottam az órát, mert azt mondta, hogy ha még egyszer születne, pap lenne. Senki se élheti úgy a világát, mint a papok. Hát, mondok, a papok is emberek, öcsém, Isten szolgái, de azért emberek, a legbecsületesebb emberek. De hiszen, azt mondja, huncut az valamennyi. Hát, mondok, a legszebb almák közt is találkozik kivetni való. Az apostolok közt is volt, pedig azok hát színről színre láthatták az urat, maguk fülével hallották élő eleven emberi szavait. Mégis hát. Nem a mi ügyünk a papok megítélése. Igaz a szondja, igaz. Nagy úrnak sok a szolgája. Mentül nagyobb az úr, antúl több. Ahol pedig sok a szolga, találkozhatik köztük rossz féle is. A legtisztább búzában is találkozik konkoly. Isten kinek, kinek megfizet érdeme szerint. Hát aztán elhallgatott. Én meg azt gondoltam magamban, hogy aki se a papokat nem szereti, se az imádságot, az olyan ember nem adja vissza a kölcsönt. Szent Karácson Álmos vagyok már, utána is a szent éjfélnek. Ezt az estvét mégis leírom, mert szép volt, és reggelre egyetmást elfelejtenék pedig kár lenne, mert ilyen szép karácsonom még soha se volt ideki. Amborus öcsém már tegnap el akart menni nagy hálálkodással, de mondok, Szent Karácson estéjét töltsük már együtt. Az idő is rútul havas, szeles. A lábának is jó, ha mentül pihentebben indul útnak. és akkor is előbb a gyöngyösi kocsi útra. Télen nem jó, ha magányosan járunk, elcsúszhatunk, lábunk törhet el is tévedhetünk. A gyöngyösi kocsi úton vagy emberrel, vagy szekérrel találkozhatik. Jobb, ha azzal megy parádra. Hát maradt. Segített egyben másban szorgalmatosan. Lisztet szitált, kitakarította a kecskeóját, diót tisztított. Fát aprogatott egy hétre is, meg három nagy tuskót gajazott le, hogy ne kelljen minduntalan raknunk a kemencébe. Végre hát beestéledett. Megsütöttük a diós pogácsát. Sütöttem gombát, tojást is rá bőven, főztem szilvát, mézes mákos csíkot is. A bort is előkapartuk a pincejukból. Jó két pintes palackkal, akit János mester uram hozott Szent István király előtt való csütörtökön. Na, igen finom óbor, csak most tudom. Felöltözködtem aztán az ünnepi ruhámba. A bajuszunkat is kiviaszkoltuk. Megterítettük az asztalt, ahogy ünnepeken szoktam. Hét szál gyertyát a közepire. Hármat a Szent Háromság egyistennek, egyet a Boldogságos Szűz Máriának, egyet Szent József patronusomnak, egyet a Szent Angyaloknak, egyet a Napkeleti Három meg a Boldog Pásztoroknak, kik immáron fölülről néznek a csillagokra. No, volt is nálam olyan fényesség, hogy kastélyba se különb. A kecskét is behoztam, és az asztal végére tettem a szénáját a Szent Jászol állatainak emlékezetére. No hát, nagy szép vidám esténk volt. Elénekeltük a csordapásztorok énekét, aztán nekiültünk a terített asztalnak. Én, hogy mindestig böjtöltem, különösen nagy kedvel falogattam, de Amborus öcsém is jól neki látott. Vacsora után elénekeltük a másik szenténeket, a mennyből az angyalt, meg azt, hogy szűz Mária e világra nékünk szent fiát hozzá. Aztán pipára gyújtottunk, és bor mellett vidáman elbeszélgettünk. Na, azt mondja, ilyen jó karácsonom nem volt gyerekkorom óta. Hát, mondok, jöjjön ki hozzám a borús öcsém jövő karácsonra is, ha megérjük. Há, hogy ne érnénk, azt mondja. Maga is java erejében van még Józsi bátyám. Itt a jó erdei levegőben még ötven karácsont is megérhet. Engedje Isten! Annyit nem, mondok, mert már hatvan éves vagyok. Száz éves ember is ritkába a fehér hollónál. A jó Isten nem szab olyan hosszúra emberi életet. A jó Isten messze van ide, feleli, meg nem is szabogat az semmit. Vagy igen mondom reá. Hát a nap ország útját az égen nem ő szabja-e meg. A fáknak levelét nem ő szabja-e meg, hogy minden fának meg legyen a maga egyforma levele. Még a hajunk szárát is megszabja, hogy minden nap mennyit hosszabbodjon. A fejét rászta, nevetett. Az már csak úgy van magától. Magától-e? Mondok. Nem lehet az csak úgy magától, mert lám, ihol ez a kis asztal. Mennyit fűrészelgettem én ennek a négy lábát, hogy egyforma legyen a hossza, aztán lám, mégis bicek, ha nem teszek alája tódást. De nézze meg, öcsém, ezt a kecskét. Ennek is négy lába van. Ennek ám maga a jó Isten szabta meg. Nem fűrészelgetett rajta, mégis olyan akkurátus, hogy már akkurátusabb nem lehet. És minden négy lábú állaté. Még kecském is mekeget rá, mintha nevette volna. Hát, mondok, ha az oktalan állattal is így gondol a jó Isten, hogy ne gondolna a lelkös emberrel? Bizony megszabja ő az életünk hosszát is, mindent megszab ő, mindent megad. Nem is kérek én tőle egyebet csak, amit a mi atyánkban kérek, meg boldog kímulást az árnyékvilágból. Megint a fejét rázta. Nem egészséges az Józsi bátyám, sehogy se. Ha már meg kell halni, én bizony azt szeretném, hogy fehér ágyon halljak meg, jól lakottan, részegen, még a pipa is a szájamban. Ötven szép lány danolja körülöttem a cirkumdedérumot, és én csak nevessek rajta. Úgy is halljak meg, nevettem ben. Erre már én ráztam a fejemet. Nem ilyesmire való gondolnunk akkor, öcsém, hanem az üdvösség útjára. Nem is a mi dolgunk. Bízzuk rá a jó Istenre. Közben-közben ivogattunk is nagy szép jó kedvel. Danoltunk is. A kecskémet aztán a helyére bocsátottam, mert igen mekeget rám, hogy szeretne már nyugodni. Hát csak elódtam, bement magától az ójába. Mink aztán tovább beszélgettünk. No, azt mondja, Jövő karácsonra, ha kijövök, én hozom a bort, ne is gondoskodjon maga arról, Józsi bátyám, meg kolbászt is hozok, megsütjük. Meg egy pakli kártyát is hozok. Ha a feleségem lesz, őt is kihozom. Kártyázunk dióra, meg danolgatunk is közbe. Bizony sajnálni fogja maga is, hogy meg nem házasodott. Nem rajtam múlott, mondok, hanem, hogy gazdag volt a lány. Szólani sem mertem volna a szüleinek. Hát a leány hozzáment volna bátyámhoz. Azt gondolnám, hogy hozzám jött volna. Hát nem kérdezte. Nem én. Nem beszéltem én ővele se egy szót se. Szép volt. Igen, szép volt. Igen, gyönyörűséges, szép tekintetű leányzó volt. Még most se csúnya az, pedig már ráncos, mint az aszalt körte. Hát itt él gyöngyösön? Találkozok is vele néha, köszönök is neki. Fogadja is. Hát most már mégis beszél vele? Nem én most se, csak épp, hogy köszönök neki. De azért, ahogy rám tekint, látom, hogy tudja, ki vagyok. Csak csóválgatta a fejét. Ejnye, ejnye, azt mondja. E bizony szomorú sor. De hát azért Isten éltesse azt az öreg asszonyt, amiért még most is rá-rá tekint, kedves bátyámra és magát is éltesse az Isten, kedves Józsi bátyám, életem megmentője. De engedje meg, hogy édesapámnak szólíthassam, mert én ilyen jó embert világ életemben nem láttam. Aztán hát lássa, én nem ösmertem az édesapámat, anyámat se igen. Mikor a bótostul is megszöktem, attól fogva nem is láttam. Isten éltese, kedves édesapám! Még meg is csókolt, nagy ellágyulásában. Magam is könyveztem. Hát, mondok, legalább nekem is van már mostan, fiam. Isten éltesen amborus, fiam. Adjon Isten neked is olyan boldog életet, mint az enyém. Mert azért meg vagyok én elégedve így is a sorommal. Köszönöm, azt Meg is lesz talán, mert nekem is van, akinek értem dobog a szíve. Julikának hívják. Szép derék leány, fekete szemű. Egy kicsit harcsa szájú, de igen illik neki. Éppen azért is szerettem meg, hogy olyan kedvesen vonogatja. He, <laughs> Juliskám, Juliskám! Nem itt lakik, Pesten. Nagy szolgál. De hogy menjek én oda ebbe a kéményseprő ruhában? Hát nincs más, mondok. Van, azt mondja, de már az is viseltes. Ha én nekem egy öltözet szép fekete ruhám volna, meg száz forint a zsebemben, enyém volna a világ. Hogyhogy? -hogy? Hát, beállhatnék én is Inasnak oda, vagy más valami nagy úrhoz a közeletibe. Júliskám, hey, Juliskám, Juliskám! Nagyot sóhajtott. Hát, mondok, az is meg lesz. Csak takarítsd meg a pénzedet. Ne költ semmire. A pénz hamar nevelődik, ha nem költjük. Látod, fiam, én, mióta itt vagyok, harminc egy esztendeje, mindösszesen se költöttem el negyven forintot. Hát, azt mondja, hova a kismacskába tette édesapám? A zsidónak hortam, fiam, a zsidónak. Mind az utolsó garasig. A zsidónak? No, ne szörnyűködj, no, nem ittam én pálinkát sose, mert a pálinkát az ördög főzi. Nekem italom nem lehet. Hát akkor mire? Arajra váltogattam be, kisebb helyen megfér. Jó pénz marad minden időkön által. Hisz akkor már sok lehet? 303. Az idén Szent Mihálykor lett 303. Több is lehetne, de eleinte a szegényeknek adtam. Aztán egyszer csak látom, hogy akinek adtam, egyenesen a pálinkás boldba megyen. Attól fogva csak krajcárt adok a szegénynek. Ha minden ember annyit ad, akkor is ihatik pálinkát. Krisztus urunk idejében még nem főztek a zsidók. Hát akkor mire gyűjti az aranyat, édesapám? A pátrónusomnak, fiam, Szent Józsefnek. Szent Józsefnek? Szörnyülködik, hogy majd hanyatesik a széken. Hát aztán minek az Szent Józsefnek? Hát, annak, fiam, hogy így gyöngyösön nincsen Szent Józsefnek se képe, se oltárja, se kápolnája. Amikor kezdtem a gyűjtést, csak a képére gondoltam, hogy festetek egy tekintetes, szép Szent Józsefet. Kérdezte, mennyiért pingálják az effélét. Hát, mondták, hogy száz forintért már igen szépet lehet. Mikor száz forintomnál is többen volt, már gondoltam, hogy oltárt is állítatok a kép alá. Kérdeztem a plébános úrtól, mennyibe kerül. Mondta, hogy ki micsodás: vörös márványból 300 forint, fehérből 500. Mikor már az is megvót, arra gondoltam, egy szép kis kápolnát építetek Szent Józsefnek. Amborus megint elszörnyülködik, hogy azt mondja, nem kell az annak. Nem kell, nem kell, lehet, hogy nem kell, de megérdemli. Mert ha jó Isten rábízta az ő szent fiát, hogy nevelje, bizonyosan meg is választotta, hogy kire bízza. Csak bámult, hogy majd kiesett a szeme a fejből. Na, azt mondja, nem lesz abból se kép, se oltár, se kápolna, édesapám, mert it valaki megtudja, hogy annyi pénzt rejteget itten, úgy ellopják, hogy csak helye marad. Gondoltam én, fiam, arra is feleltem neki, mert én mindent meggondolok. Ide ugyan nem jár a fél ember, de mégis jöhet. Száz évig nem jön, egyszer mégis jöhet. Ide botlik valahogy. Megtörténhetik, hogy éppen abban az órában, amikor én bent időzök a szentmisén. Hát, gondoltam rá, bádok szelencébe tettem, elrejtettem. Nevetett, legyintett. Megtalálja a tolvaj, megtalálja! Azt ugyan meg nem találja, öcsém. Ha szétszedi ezt a malmot olyan apróra, mint amilyen apróra a Szent János kenyeret szétrágja a gyerek, akkor se találja meg. De hiszen a tolvajnak nagyon van esze az ilyesmire? Nekem is van, fiam. Mert igen, meghánytam vetettem én ezt a kérdést. Alulról, felülről, oldalvást. Mindenképpen megforgattam, meghánytam, megfontolgattam, hogyha tolvaj jönne ide hogyan keresne. Hát legelőször is a ládába keresne, igaz-e? Igaz, a szondja. No hát, a ládába nem teszem. A ládában talál fehér ruhát, ócska ruhát, kalendáriumokat, keresztlevelemet, más papírosokat. Nem kell az neki se. Mert az ünnepi ruhám rajtam van, a köznapinak meg gombja se jó már. Hát, aztán hol keresi? a szalmazsákban, mert az öregek az ágyukba rejtik a pénzt, rajta hálnak, én oda se teszem. Keresi aztán a padló alatt, gerendazúkban, kemence hamuja alatt. Sehol se találja. Ráakad aztán a kecske orra. Ott nem igen keres, mert látja, hogy pince is van beljebb. Bemegy hát a pincémbe, vizsgálódik, tapogat, keresztül gázol a krumplin a pince végén aztán talál egy üveg bort vagy kettőt. Húsvét után már találhat. No, azt mondja nagy fáradtan, hál' Istennek csak, hogy mégis találtam valamit. Attól fogva a boron az esze. Hón alá csapja, elinal. Pedig éppen ott lapul a pénz. Csak egy ásó nyomás kellene, és ott van. De az már akkor nem jut eszibe neki. Csak bámult, nevetett. No, azt mondja, hát ilyen okos emberrel se találkoztam még világéletemben. Isten éltesse, kedves édesapám uram, és hogy mind a ketten ott lehessünk annak a szép kápolnának a megszentelésén. Mána az az utolsó pohár bor volt. Álmosak is voltunk mind a ketten. Ő le is feküdt mindjárt, hogy reggel tovább megyen. Én meg azon gondolkodtam, hogy még se kellett volna megmondani neki se azt a rejteket. De mindjárt is ez lükkent eszembe, amint kimondtam. A jó ég tudja, hogyan csúszott ki a nyelvemen. Sose életemben nem mondtam senkinek. Még a papnak is csak annyit, hogy ez meg ez volna a szándékom. Na, nem is tudtam volna aludni ezen a szent éjszakán, ha eszembe nem jut, mikor a kecskét kötöm, hogy hiszen igaz is, Kivettem én azt onnan az ősszel még a fagy előtt, palackba tettem és a vízbe rejtettem el, ahová a gyerek se férkőzhetik. Nolám, hogy vénülök? Évekig ott volt, hát gondoltam, most is ott van. No, úgy megkönnyebbültem egyszerre, mint aki terhetesz le a hátáról. Amborus fiam már alszik. Neki se volt ilyen szép estéje, ahogy mondta, gyerekkora óta. Összecsinálok még neki egy kis útravalót, a diós pogácsát adom neki, ami maradt, meg egy forintot melléje. Ide készítem az asztalra, hogy ha korán indulna, csak felvehesse. Aztán most már én is lefekszek. Adjon Isten békességes szép karácsont mindenkinek. A Szent Angyalok énekének boldog zengését hallom ma éjjel, hogy álomra hajtom a fejemet. Ámen. you mm -hmm.